Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora november 5-én csütörtökön. 4000 közelében az elmúlt 24 órában a koronavírus fertőzéssel regisztráltak száma Magyarországon, 70000 körül az aktív fertőzötteké, és meghalt 84 többségében idős, krónikus beteg is hazánkban. És ahogy arról korábban a Fehérvár Média Centrum is beszámolt, pozitív lett Szijjártó Péter Tájföldön elvégzett koronavírus tesztje, közvetlen munkatársai, így Varga Tamás is önkéntes karantént vállaltak. Őt ide váltuk volna most a stúdiónkba, de éppen ezért nem lehet itt most velünk. A témánk az amerikai elnök választás, aminek az eredménye, valljuk be, hogy az egész világot foglalkoztatja. Nézzük meg, hogy hogyan vélekedtek erről a fehérváriak, mit gondoltak, milyen eredményt vártak. Amerika elnököt választ. A héten kiderül, Donald Trump marad az elnöki székben, vagy átengedi helyét Joe Bidennek. Kíváncsiak voltunk, a fehérváriak mennyire figyelik az amerikai eseményeket. Amit a híradóból közölnek, azt megnézzük minden nap, és akkor innen látjuk, de annyira, hogy tehát mélyebben nem megyünk bele. Mint megtudtuk, sokakat érdekel a választási eredmény, hiszen úgy tartják, az Magyarország gazdaságára is hatással lesz. Én azt nézném ki a lendő elnökből, hogy romlana a kapcsolat az Európai Unióval. Donald Trumpnak a gazdasági tervezete is kihathat az Európai Unió gazdaságára, mivel úgy vélem, hogy az adókat nagy mértékben megemelné. Ha új elnök lesz, nagyobb hangsúlyt fektetne a koronavírus járványra tekintettel kialakult járványhelyzetre. Az általunk megkérdezettek többsége szerint Trump marad az elnök. Szerintem Trump az esélyesebb, és én annak drukkolok. Trumpnak akkor lesz jó a gazdaság, a magyar gazdaság, és ha ő fog, újból őt válasszák meg. Én azt szerintem, hogyha maradna a jelenlegi. Vannak rokonaim, akik azt mondják, hogy ez elég jó ott nekik most, ez az elnök. A választásnak Biden az esélyese a felmérések szerint, a fő kérdés azonban az, hogy a felmérések mennyire tévednek, és mekkora lesz a részvétel. Az is fontos tényező, hogy a levélszavazatokat mikorra tudják megszámolni, így egyelőre nem világos, hogy mikor lesz végleges eredmény. Az is elmondható, hogy az idei választáson mindkét oldal, a demokrata és a republikánus oldal szavazói is nagy lelkesedéssel vettek részt, és hát ahogy azt a számok mutatják, több államban is rekord volt ez a részvételi arány. Egy rendkívüli választás volt a mostani, ami az egyik legmagasabb részvételi arányt eredményezte. A Fox News összeállításából kiderül, hogy Joe Biden demokrata jelölt felülmúlta Obama volt elnök 2008-as rekordják is, a legtöbb szavazatot nyert el, mintegy 72 millió szavazatot tudhat a magáénak. Trump esetében ez körülbelül 68,5 millió szavazatot jelent, erről szólnak tehát most a hírek. Az állás nagyon szoros, és azt is lehet már tudni, hogy jogi lépések lesznek. Trump több helyen a szavazatok újra számlálását kérte, és az is egyre biztosabb, hogy hetekig nem lehet majd megmondani, hogy ki nyerte az amerikai elnök választást. Köszöntöm Kiszeli Zoltán, politológust, a Kodolányi János főiskola, illetve egyetem, illetve a Századvég politikai iskola tanárát, és fontos, hogy elmondjam nézőinknek, hogy ez a beszélgetés csütörtökön délelőtt készült, tehát felvételről láthatják most nálunk itt a köztérben, és ez azért is fontos hangsúlyozni, hiszen roppant szoros az eredmény, folyamatosan változnak a számok, és ahogyan alakul az amerikai elnökválasztás. Azért azt ki kell emelni, hogy vannak tendenciák, amik már megfigyelhetőek, és gyakorlatilag az egyik ilyen tendencia talán az, hogy Trump ismét rácáfolt a legtöbb kutatásra, vagy akár a mainstream médiára. Mondhatjuk ezt, Zoltán? Hogyne, hiszen megint a 16-os helyzet ismétlődik, amikor a közvéleménykutatók többsége nem jelezte előre a Brexitet, illetve nem jelezte előre Donald Trump győzelmét, és most is ugyanazt látjuk, hogy a legtöbb közvéleménykutatás az nem számolt azzal, hogy Donald Trump ilyen jó eredményt fog elérni. A koronavírus világjárvány egyébként mekkora hatással volt ön szerint a választásra?
Komoly hatással volt, hiszen ugye egy óriási országról beszélünk, nagyjából 233 millió szavazásra jogosult amerikairól, és hát Amerikában van lehetőség arra, hogy levélben szavazzanak előre az emberek, ha nem lesznek a választás napján otthon, vagy egyszerűen csak így kényelmesebb, illetve nagyjából két héttel a választás előtt megnyílt az úgynevezett előzetes szavazás lehetősége, hogy személyesen is lehetett két héttel a választás napja előtt szavazni, és akkor a választás napján nem kellett annyira sorban állni. Tehát nagyon sokan éltek ezzel a lehetőséggel, nagyjából a szavazók fele, azaz 100 millió ember vagy levélben, vagy előzetesen kisebb sorba állása lakta le a szavazatát. Egy másik politikai hatása is volt a járványnak. Donald Trump elnöknek a járványkezelése miatt főként az idősebb fehér férfiak, akik eddig őt támogatták, átmentek Joe Bidenhez, ott egy szigorúbb járványvédelmet reméltek, és hát azt látjuk, hogy a fiatalok viszont azok elkezdtek Trump elnök felé menni, hiszen ők nem akarták a második leállást, amit a demokrata kihívó Joe Biden ígért, egy hosszú sötét telet ígért teljes leállást, mint Európában, és hát főként a fiatalok, akik szeretnek bulizni, vagy azok a kisebbségiek egyébként, főként spanyolajkúak vagy feketék, akik a járvány előtt kaptak munkát, és még viszonylag nagy számban dolgoztak, ők pedig átmentek Trump elnökhöz, mert azt remélik, hogy ha nem lesz leállás, hanem az oltóanyaggal és a gyógyszerrel sikerül a járványt kordában tartani, kezelhető szinten tartani, akkor azok a munkahelyek, amelyek a járvány miatt megszűntek, hamarabb keletkeznek újra, és ők ismét megint jobban fognak élni. Tehát ezek a tartalmi változások is a járvány miatt következtek be. Ugye korábban is beszéltünk, és ön Trump győzelmét várta. Mit gondol, újrázhat most? Hát ugye azt gondoltam, hogy sokkal egyértelműbb lesz az eredmény. Ugye az látszik egyébként, hogy komoly változás ment végbe, nem csak Amerikában, világszerte, hogy a korábban a baloldalra szavazó emberek, főként a munkások, a bérből, fizetésből élők, a nyugdíjasok, vagy a kisebbségiek, azok elkezdtek jobbra szavazni, hiszen azt látják, hogy például Trump elnök gazdaságpolitikája az a kisebbségeknek sokkal több eredményt, előrelépést hozott, hiszen az ember a segély helyett, ha dolgozik, akkor szabad, mert nem függ a segélytől, nincsen megalázva, hogy kérvényeket kell kitöltenie, nincsen gyámság alatt, tehát hogy mások döntenek az életéről, és hát a szabadság a legfontosabb eleme, a függetlenségnek a munka és a munkából szerzett jövedelem. És tényleg a járvány előtt Amerikában, mint ahogy egyébként Magyarországon is a járvány előtt, a kisebbségek körében rekordmagas volt a foglalkoztatás és szárnyalt a gazdaság. Tehát igazából ez is egy olyan tény, amire érdemes figyelnünk. Tehát azt gondoltam, hogy ez erősebb lesz ez a hatás, illetve hát ugye miután a gazdasága a járvány előtt jól működött, azt gondoltam, hogy kisebb lesz a protest hangulat. Egyébként ugyanaz jelent meg, mint a legtöbb országban, akár Magyarországon is, a városi lakosok döntően balra szavaztak, a vidékiek pedig döntően jobbra. És hát igazából ez már egy matematikai kérdés volt, hogy ki megy el nagyobb arányban szavazni, és azt látjuk, hogy ezekben a billegő államokban a nagyvárosi szavazók most úgy tűnik, hogy a billegő államokban is nagyobb számban szavaztak Bidenre, mint a egyébként nagyon magas részvétel mellett sokkal többen szavaztak Trumpra, de hát a városok mindig is jobban döntenek, mint a vidék Amerikában is. Milyen érdekességet tapasztalt, vagy érdekességeket tapasztalt még, amik mondjuk befolyással lehetnek a választás eredményére? Ó, hát egy óriási mozgást látunk Amerikában, tehát a demokrata vezetésű államokból menekülnek az emberek. Kalifornia egy nagyon jó hely, de sajnos az utóbbi években, évtizedekben nagyon sokat romlott, tehát például nagyon magasak az adók, a megújuló energiára való átállás miatt rossz az energiaellátás, illetve hát San Franciscót ellepték a hajléktalanok, mint ahogy Budapestet is, ugye, tehát hogy nem korlátozzák a hajléktalanságot, ezzel élhetetlenné válnak a nagyvárosok. New York Cityből is félmillió ember menekült el. És hát azt látjuk, hogy ezek az emberek Kaliforniából Nevadába vagy Arizonába költöznek, ezzel megváltoztatják az ottani politikai arányokat, vagy hát akik New York Cityből költöztek el, a nyugdíjasok, azok jellemzően Floridába mentek, és Floridában is kialakultak olyan megyék, a jobboldali Floridában, amelyek inkább balra szavaznak. Tehát ezek a mozgások, ezek nem csak Amerikában jellemzőek,
Ha megnézzük Bajorországot, ami tőlünk nincsen olyan messze, vagy Ausztriát, ott is a magas nagyvárosi lakbérek kerül az emberek az agglomerációba költöznek, ami jellemzően jobboldali volt korábban, és meglepődnek a bajorok vagy az osztrákok, hogy az eddig jobboldali vidéki körzetekben a beköltözők, akik a nagyvárosokból menekülnek oda, azok megfordítják, vagy döntetlenre hozzák ki a versenyt. Tehát Amerikában ez nagyon jelentős, nagyon nagy számban jelent ez most meg, illetve hát azt is látjuk egyébként, hogy a kisebbségi szavazók is tudatosabbak lesznek. Már beszéltünk róla, hogy a spanyolajkúak vagy a feketéknek egy jelentős része szavazott át talán életében először a jobb oldalra. Ez is egy új jelenség, hogy ilyen arányokban a fekete szavazók 20%-a, a spanyolajkúak 30-40%-a szavazott át Trump elnökre. Ez is egy új jelenség. Mit gondol egyébként, hogy mikorra lehet végleges eredmény? Hát ha a 2000-es eset megismétlődik, amikor Al Gore és ifjabb Bush elnök között egy hasonló disputa volt, ott Floridára koncentrálódott ez a vita, az 5 hétig tartott. Tehát az 5 hét után jött volt a különböző fellebbezések és különböző szintű bírósági döntések után eredmény, akkor az ifjabb Bushnak kedvezett Floridában. Tehát itt viszont azt látjuk, hogy a Trump kampány sokkal több államban szeretné a szavazatok újraszámlálását, minimum Wisconsinban, Michiganben, akár Georgiában, Pennsylvániában és talán még Arizonában is. Tehát azt látjuk, hogy ez egy elhúzódó jogi vita lehet. Ugye Magyarországon ez viszonylag egyszerűbb, mert a bíróságoknak választási kérdésekben 3 napon belül kell dönteniük, ugye megyei szinten, és utána a kúria országos szinten, mint fellebbviteli bíróság. Amerikában ez egy sokkal elhúzódóbb folyamat lehet. Tehát sajnos hetekig is, akár szélsőséges esetekben hónapokig is várnunk kell az eredményt. Igen, most már azt ugye említette, hogy várhatóak lesznek jogi lépések, az mondjuk érdekes helyzetet eredményezhet, vagy egyáltalában lehetségesnek tartja azt a helyzetet, hogy mondjuk Trump elnök lehet úgy, hogy a legfelsőbb bíróság nem fogadja el mondjuk érvényesnek a Bidenre leadott, ugye vitatott levélszavazatokat. Nem, tehát én egyértelmű jogi döntést várok. Ugye az amerikai jogrend is egyébként precízebben ebből a szempontból, hogy hoznak egy első szintű döntést, amit ellenbezni, és az a döntés végleges. Tehát ugye ott is a tagállami bíróság dönt, és utána a legfelsőbb bíróság ezt felülbírálhatja, de a legfelsőbb bíróságnak a határozata az kötelező érvényű. Egyébként itt pont a legfelsőbb bíróságnak már voltak döntése, tehát az, hogy Pennsylvániában a választást követő még 3 napon keresztül, 2-től péntekig lehet levélszavazatokat fogadni, ezt például a legfelsőbb bíróság jóvá hagyta. Tehát ez már egy olyan faktum, ami miatt például Pennsylvániában kisebb a valószínűsége annak, hogy újra számolják a szavazatokat. Nyilván itt a csalást kéne bizonyítani, tehát hivatalosan csak a 3-án éjfélig feladott leveleket lehet beszámítani, azonban erős a gyanú, hogy esetleg egy 3-ai bélyegzővel 4-én feladott levelet is beszámítanak, tehát itt viszont a másik oldalon van a bizonyítási kényszer, és a csalást kéne bizonyítani. Tehát azért ezek viszonylag egyszerű dolgok, ha van bizonyíték, nyilván akkor ezeket a szavazatokat lehet annulálni, ha meg nincs bizonyíték, akkor bizonyíték hiányában a bíróság sem tud olyan döntést hozni, ami a Trump kampánynak kedvezne. Ugye azt is láthatjuk most már, ahogy alakulnak a számok, hogy a képviselőházban marad a demokraták többsége. A Fox News legújabb összeállítása szerint a várakozásokkal szemben ugye sokkal jobban szerepeltek a republikánus szenátorjelöltek, és így nem következik be majd a kék áttörés a szenátusban, azaz marad ott a republikánus többség, és hogyha mondjuk Biden lesz az elnök, akkor mennyire tud majd élni, úgymond az elnöki hatalmával, vagy mennyire lesz béna kacsa politikai értelemben? Igen, az amerikai alapító atyák a hatalmi ágak megosztását nagyon fontosnak tartották, és nagyjából úgy kell ezt elképzelni, hogy a parlamentnek 2 kamarája van, az alsóházban a demokratáknak van többsége, itt főként a költségvetésről tudnak dönteni. Tehát például Biden elnök a belpolitikában ezáltal meg tudná, ha őt választják végül elnöknek, meg tudná valósítani a tervét. Tehát ő például ilyen lenne a teljes leállás, hogyha ezt megvalósítaná, hogy Amerika is leállna, mint Európa, több országa. Ilyen lenne a 4000 milliárdos zöld program, tehát a megújuló energiának a támogatása. Ugye pont emiatt szavaztak sokan Trump elnökre, mert az olajiparban dolgozók attól tartanak, az energiaszektor dolgozói, vagy az autóipari dolgozók, a beszállítók, hogyha átállnak a zöld energiára,
akkor a munkahelyek 90%-a fölöslegessé válik. Azt tudni kell, hogy egy hagyományos benzines vagy dízeles autóhoz képest egy elektromos autóban tized annyi alkatrész van, tehát minimum tized annyi emberre van szükség egy ilyen autó gyártásához, mint egy hagyományos autónál. Tehát igazából ezt is meg tudná valósítani, nyilván az egészségügyi rendszer átalakítását is. A szenátusnak a nemzetközi szerződések elfogadásában és a személyi kinevezéseknél van primátusa, tehát igazából a nemzetközi politikában lenne megkötve Biden keze és a személyi kinevezéseknél, bár azt is láttuk egyébként, hogy ugye Obama elnök idején is republikánus többség volt a szenátusban, ezt meg lehet kerülni egyébként, tehát miután a szenátus nem ratifikálta a kiotói klímaegyezményt, ezért ugye Obama elnök egy elnöki rendelettel próbálta azt hatályba léptetni, amit Trump elnök egy elnöki rendelettel vissza is tudott vonni. Tehát ez ugye alacsonyabb szintű jogszabály, mint hogyha egy nemzetközi szerződést az USA ratifikált volna, tehát van lehetőség egyik-másik döntés kikerülésére, de azonban ezek nem tartós döntések. Azt is lehetett hallani, illetve sokan rebesgették, hogyha Biden lesz az elnök, akkor nem tölti ki, és mondjuk az ő idejét, és mondjuk két év múlva az alelnök Kamala Harris lép majd a helyére, úgymond, és akkor ez talán hozhatja azt, hogy két év múlva az Amerikai Egyesült Államoknak egy színesbőrű női elnöke lesz. Ön ezt elképzelhetőnek tartja, ha már itt a ha kérdéseknél tartunk? Persze, benne van a pakliban. Én azt gondoltam, hogy Hillary Clintont választja alelnöknek, és akkor Clintonnél lesz így ezen a kerülőúton mégis az USA elnöke. Viszont azért az amerikaiak sem hülyék, azért nem erre találták ki az alkotmányt. Tehát az lehet, hogy Joe Biden személyisége 78 éves veterán politikussal könnyebb megnyerni a választást, bár Donald Trump is 74 éves, de sokkal energikusabb még a koronából való felépülése után is, mint ugye Joe Biden volt. Tehát én elképzelhetőnek tartom, hogy ne, az alkotmány 25. kiegészítése pont azt teszi lehetővé, hogyha az elnök nem tudja ellátni a feladatát, utána az alelnök veheti át a ciklus hátra levő részére az elnöki hivatalt, és hát ugye Joe Bidennek a mondjuk így finoman a mentális egészsége minimum az, amit megkérdőjeleznek, ugye a hamut is mamutnak mondta néha, illetve hát a korrupció miatt is elképzelhető, hogy leveszik, hiszen a fia több millió dollárt fogadott el kínai cégektől, hogy tud az amerikai elnök Kínával szemben kereskedelmi konfliktust vállalni, vagy egy új hidegháborút vállalni, hogyha előveszik a kínaiak a számlabizonylatokat, hogy mennyi pénzt utaltak át a fiának. Tehát ezért is levehetik, ha megválasztják Joe Bident, mert Kínával szemben, vagy Oroszországgal szemben, Ukrajnával szemben, ő nem tud határozottan fellépni, hiszen zsarolható a fia korrupciós ügyei által. Ezért igazából ez is indokoltá tenné, hogy őt levegyék, és egy másikat, tehát az alelnököt tegyék oda elnöknek. Azonban az amerikai emberek nem Kamala Harris elnökre szavaztak, hanem úgy tűnik Joe Bidenre, tehát ilyen szempontból ez minimum ugyanolyan kérdéseket vetne fel, mint amiket most a választás kapcsán hallunk. Összességében egyébként hogy látja, hogy például Trump mennyire változtatta meg a republikánus pártot, mert talán az, hogy hatással volt nagyon sok mindenre, azt nem lehet vitatni. Nagyon-nagyon. Én azt szoktam mondani, hogy a globalizációt, a globalizmust nem lehet sajnos feltartóztatni, időt lehet nyerni. Tehát Amerikában Trump elnök 4 évet nyert a hagyományos értékeknek, a keresztény konzervatív értékeknek, de mi Magyarországon 12 év időt kaptunk most 2010-től 22-ig, lehet, hogy folytatódik, jó lenne. Ugye Amerikában is sokan pont azért szavaztak Trump elnökre, mert azt remélték, hogy folytatódik az az amerikai időszak, amikor az amerikai állam ismét elérhetővé lesz, hiszen az Obama évek alatt, a Biden évek alatt már nem a tányérmosogatóból lesz milliómos Amerikában, hanem a felső középosztálybeli sufni tuningból lesz milliárdos. Ugye Zuckerberg vagy a többiek, ők mind felső középosztálybeli családokból kerültek ki, és úgy lettek milliárdosok. Tehát a bevándorlóból már nagyon nehezen lesz milliárdos, vagy akár milliómos is. Tehát ilyen szempontból Trump visszahozta azt, hogy mindenki hihet az amerikai álomban, ez is tette nagyon népszerűvé. Tehát Trump megváltoztatta Amerikát, megváltoztatta a világot, és igazából Kínával elindította azt a konfliktust, ami korábban Anglia és Németország között volt, hogy Anglia volt a vezetőhatalom, Németország és Japán voltak a kihívók, most Amerika a vezetőhatalom, és Kína kihívó tudatosította a világban, hogy nem, Amerika nem fogadhatja el Kína felemelkedését.
röviden még a republikánus pártól, ezt nem Trump nem elkezdte, csak felült erre a hullámra, hogy Obamával szemben, az obamai adóemelésekkel szemben megfogalmazódott a Tea Party, a Tea délután mozgalom, ami egy nagyon széles alulról jövő mozgalom volt, egyébként hasonló a 2002-es magyarországi polgári körök mozgalommal, és ugyanolyan konfliktusok voltak a Tea Party és a republikánusok között, mint a Fidesz és a polgári körösök között, hogy nagyon sok Tea délutános aktivistából lett politikus, akik ugye bekerültek a republikánus pártba, és kinyitották a republikánus pártot az újonnan érkezők előtt, és Donald Trump sem tett mást, csak egy olyan széles mozgalmat indított el, mint amilyen a Tea délután mozgalom volt az obamai adóemelések és egészségpolitikával szemben, tehát ő is demokratizálta a republikánus pártot, mert az eddig igazából ugyanúgy a washingtoni eliteknek a játszótere volt, a Bush családnak, a McCain-eknek volt ugyanúgy a pártja, mint ahogy a demokrata párt a Clintonnak, vagy a Sorosnak, vagy más elit családoknak a pártja. Láthatjuk ugye a hírösszeállításokban, hogyha nézzük akár a különböző online felületeket, akár hogyha a híradókat, hogy ugye a boltosok, üzlettulajdonosok, vendéglátóhelyek tulajdonosai készülnek a zavargásokra bármely döntés esetén. Ezt reálisnak tartja? Számít ilyenre? Hát 4 éve azt láttuk, hogy amikor Donald Trumpot megválasztották, komoly utcai tüntetések voltak. Ugye valóban ez az Antifa, akkor a radikális baloldal ment ki az utcára, és ugye azt mondták, hogy nem az én elnököm, csalás volt, akkor ellenkező előjellel láttuk ugyanezt, azonban amikor elkezdték újra számolni 4 éve a szavazatokat, kiderült, hogy nagyon sok demokrata államban, vagy demokrata vezetésű városban olyanok is szavaztak, akik nem állampolgárok, és gyorsan abba hagyták az újraszámlálást, mondták, jó lesz ez így, inkább mielőtt még több dolog kiderül. Tehát most is számíthatunk azzal, ugye sajnos az a baj, hogy annyira polarizálódott az amerikai társadalom, hogy akármelyik oldal veszít a jogi eljárás végén, annak a hívei biztos, hogy elégedetlenek lesznek, sértettek lesznek. Nyilván az erőszak nem megoldás, tehát hogyha a bíróságok döntöttek, utána ezt az utcáról már nem lehet megdönteni, a gőzleresztésének meg hát vannak más módja is. Azt látjuk, hogy már most is ilyen 2000 fős tüntetések azért elindultak a nagyvárosokban, Washingtonban is, és hát a nyáron azt láttuk, hogy a szélső baloldali mozgalmak, a Black Lives Matter mozgalom pont a boltok kifosztásával vagy gyújtogatással kezdte, vagy ezzel vezette le az energiáját. Hogyan alakulhatnak a magyar-amerikai kapcsolatok az elnökválasztás után? Mit hozhat akár Biden, akár Trump ebben a kapcsolatrendszerben? Ugye Trump elnökkel nagyon jó volt a kapcsolat, hiszen egyrészt egy nagyon ideológiai közelséget látunk. Ugye a bevándorlás politikában, a patrióta gazdaság politikában, a hagyományos értékek védelmében, a terrorizmus elleni fellépésben, a bevándorlás integráció kérdéseiben a magyar kormány és Trump elnök politikája nagyon közel áll. Az abortusz ellenesség, a keresztények védelmében, tehát nagyon sok ideológiai kérdésben is nagy a közelség. Ha Trump elnök maradna a jogi hercehurca végén elnök, feltételezhető, hogy az elkövetkező 4 évben ellátogatna Magyarországra. Ha Biden maradna Bident választanák a jogi hercehurca végén elnöknek, ő kevéssé valószínű, hogy ellátogat Magyarországra, és azt is látnánk, hogy az a fajta demokrácia export, ami korábban jellemző volt Amerikára, ez is visszatérne, tehát Amerikából is több kritika érné Magyarországot. Én köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, hogy az akkor elhangzott az imént a beszélgetésben is, valószínűleg hetekig még nem lesz majd válasz arra, hogy ki nyerte az amerikai elnökválasztást. Ez volt mára a Köztér, megköszönöm, hogy velünk tartottak. Legközelebb 1 hét múlva számítok majd a figyelmükre, hogyha tehetik, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is a Fehérvár Televízióval. Viszontlátásra!